Beres András írta a Rút kiskacsa parafrázisát, a púpos lovacskát, amelyet hamarosan a nyíregyházi gyerekek is láthatnak. Dézsi Darinka alakítja majd Johannát, a különleges lovacskát, aki nem ismeri a körülötte lévő világot, ennek ellenére nagyon magabiztos. Azonban amikor kilép a nagyvilágba, találkozik emberekkel és állatokkal, jó indulattal és rossz akarattal egyaránt. Ahogy egy mesében lenni szokott, itt is happy enddel zárul a történet, kiderül, miért volt púpos a lovacska. Én nem gondolom, hogy különbség van gyerekszínház és felnőtt színház között. Én azt gondolom, hogy a gyerekek azok kis felnőttek. Nem lehet hülyére venni őket, azért mert gyerekek ugyanolyan, az a máshogy, hogy közöljük velük a dolgot, de komolyan kell velük beszélni mindenről. Szerintem minden szülő komolyan beszél a gyerekével, akkor mi miért beszéljünk komolyan a színházba velük. Nem buták, nem lükék, kis emberek. Ezért ugyanúgy komolyan kell velük beszélni. És mivel komolyan beszélünk velük, ezért feltételezem azt, hogy majd a felnőttek is megértik, hogy mit akarunk közölni a gyerekekkel. Az Irano Bábszínház alkotója Varga Péter úgy rendezi a darabot, hogy a gyerekek maradjanak meg nézőnek. Így az előadás közvetlen lesz, de nem interaktív. A cirkuszi elemeket is tartalmazó tanmesét március 27-én pénteken mutatja be a társulat a Móri Zsigmond Színház művészstúdiójában.